engedjék meg a tiszteletek köszönjük mindenkit, aki ma hallgat és néz bennünket. Ma Makki Lajos a vendégem, aki 19 hihetetlen évet költött a francia légióban. Megtiszteltél, hogy eljöttél hozzám a stúdióba, hiszen egy nem mindennapi történetről lesz szó. Hogy érzed magad most itthon? Először is köszönöm a meghívást, megtiszteltetés a számomra, hogy érdekli az embereket ez a sztori. Hogy érzem magam itthon? Hát fura. 28 év távollét után nem egyszerű ide visszacsöppenni abba, ami azelőtt volt. Eleve nem ismertem meg rengeteg barátomat, ismerősöket, úgyhogy teljesen megváltozott minden, más a világ. Úgyhogy majd alkalmazkodom, mint mindenhez. Azt mondják, hogy az erős embert mindenki csodálja. Folyton azt hallja, milyen jó, hogy ilyen erős, hogy ennyit kibír, nem roppan össze az életterhe alatt. Az erős pedig csendesen tovább megy, mert erősnek lenni fájdalmas. De az erőt mindig megelőzi a gyengeség, és valahol van egy út, ami az övé, amit járva talán újra önmagába, vagy önmagára talál, ez a könyv bevezető része. Amikor erre a beszélgetésre készültem, kaptam tőled egy könyvet, és kértem is a könyvet, hogy tudjak fölkészülni. Elolvastam a könyvet. Vannak benne hatalmas jó történetek, és nagyon jó olvasni a könyvet. Egyszerű emberi nyelven van írva, amit szerintem mindenki megért, és ajánlom mindenkinek, hogy ezt a könyvet tegye kezébe, hogy egy ember mögött mi áll, és egy ember hogy tud még utána is hazajönni, és esetleg állva maradni. Szerintem a légiónak ez is a lényege, hisz olyan kiképzések, amit én olvastam itt, hát majd ha elmeséled, szerintem sok ember csak nézni fogja, hogy ez a Lajos miről is beszél, meg történt. Én azt hiszem, hogy ettől eredeti történet nem lehet, mint az, aki elmeséli 19 évet, de ami előtte és utána történt, az se lehet kihagyni az életéből, mert valahol az is az ő élete. És akkor kezdjük a gyerekkornál, ami az 1968. július 13-ban kezdődött a születés. Tehát innen kell induljunk el a gyermekkor, iskolák, és aztán tovább, és utána fogok kérdezni, amikor úgy látom, hogy megérett még a kérdésre a szó. Tessék! Na jó, ahogy említetted, 68. július 13-án születtem Dunaszerdahelyen. A Szever egy lakótelepen laktunk, második emeleten, egy panelba, rengeteg barátom volt, gyerekkori osztálytársak, szomszédok, mindig lent bandáztunk, voltak az előtt ilyen szőnyek, poroló, ilyen tornácok, ott bandáztunk, vagy a kukák mellett. Aztán, mikor eljött az alapiskola, a Gorki iskolába jártunk, gyalog jártunk iskolába, nem vittek a szülők autóval, mint ma. Nem volt dugó iskola előtt. Nem volt dugó az iskola előtt, persze, hogy visszatérek erre az erős emberre. Az erős embert ezt is teszi, hogy az ember már kiskorától megtanulja kicsit ezt az önállóságot. Igaz, hogy otthon merünk hagyni akár egy 8 éves gyereket is ma, egyedül egy pár órára, nem úgy, mint, vagyis akkor, nem úgy, mint ma. Úgyhogy meg nem volt mindenünk, meg nem telefonon nőttünk fel, hanem az erdőben kijártunk, a kis volt ez a gokárt pálya ott a Kisudvarnoki úton, ki az erdőben mindig valami csintevést csináltunk. De ez hozzátartozott akkor életében? Persze, ez hozzátartozott. Alapiskola, akkor a dunaszerdai lakótelep, az meg gyönyörű kis sztorik vannak mindig, egyszer felmásztam, azt mindenkinek elmesélem. Adri, nem mondom, Adri, sátorból és pokrócokból építettünk egy sátort. Vagy szerettünk volna, csak nem volt elég csipesz, és csipesszel fogadtuk össze a két pokrócot. És Adri azt mondta, ha felmászol az emeletre, az első emeletre, akkor adok csipeszt. Hát persze én 10 éves fejjel felmásztam, és hogy megfogtam a ruhaszárítót, az kicsúszott a korlátból az alja, és szájjal földre, a betonra, a járdára. Folyt a vér, szétnyílt az állam, a számszéle, folyt a vér az orromból, mindenhonnan. Apum, nyugodjon békében, most a piros százas Kodát.
a panel előtt, és akkor odajött, tehát majdnem még pofont is kaptam azért, hogy azért sírok, mert vérzik az orrom. Tehát ő nem látta akkor a vértől, hogy mi is történt. Akkor felfutottam, akkor anyum lezuhanyzott, jött a szomszédasszonya, Éva néni, jaj, ne bántsál a gyereket, hogy hát leesett az első emeletről. Na szóval ilyen sztori, de ezt is túllétük persze. Úgyhogy utána ilyen csíntevések jött a középiskola, víz-gáz központi szerelő, pozemnél Staubinál tanultam a Gorki utcában, és utána Pozsonyban jártunk a harmadik évben gyakorlatozni. Itt el is végeztem ezt a szakmát, befejeztem. És folytad a szakmát aztán? Egy ideig folytattam, katonaságig folytattam, úgyhogy Pozsonyban jártam dolgozni. Hát abban az időben beléptem a pártba, a kommunista pártba, mert ez volt a jó, akkor követtem a tanácsokat, és akkor havonta egyszer mentünk Nyitrára a gyűlésre. A fizetésem a kommunista párt tagjaként majdnem annyi volt, mint a partjáknak, aki nem volt benne a pártba. Úgyhogy ha késett a vonat 20 percet, akkor... Elnézték. Szóval, segített a pártkönyv. Hát így van, segített a pártkönyv. Igen, és akkor a katonaságig vártam, hogy bevonulok 18 évesen, tehát egy évet késtem, 19 évesen vonultam, és akkor elkerültem a 10. századba a határőrséghez, Sumavágységbe. Egész Sumavára. Így van, egészen Sumavára. És addig így vízgázközponti fűtésszerelőként dolgoztam Pozsonyban, a katonaságig. Akkori rukkolások eléggé nagyok voltak, emlékszem rá, hiszen amikor mentek ki a katonák, a kocsmákat, ablakok törtek, buszablakok, minden. Hogy volt az akkor? Hát ez ugyanígy volt most is, úgyhogy mindenki ment az esküre például, ha valami családtag vagy barát, akkor közösen mentünk előtte a barátomnak az esküjére, Csehországba, és amikor rám került a sor, akkor édesapám Pozsonyból jött busszal, azt hiszem, vagy igen, Pozsonyból jött meg busszal, mert buszsofőr volt, egy héten Nyitrára járt, másik héten Pozsonyba, Nátszegen keresztül járt Nyitrára amúgy. Igen? Aha. Hát az volt a nyitrai busz. Az volt a nyitrai busz, igen, és a másik hét meg Pozsony. Azt háromszor csinált, a Nyitrát meg kétszer naponta. És amikor megjött a busszal, gyorsan futott oda a vasútállomás elé, hogy elbúcsúzzon tőlem. Ellátott tanácsokkal mindig a középmezőnyben elé, nem kell jeleskedni mindenbe, ne hívd fel magadra a figyelmet, és ehhez mindig tartottam is magam. Úgyhogy utána elbúcsúztunk, hát igen, ez a bevonulás az olyan volt, hogy már messziről hallottuk a vonatot, mert a nyitott ablakon, akkor még az ablakot ki lehetett nyitni a vonaton, a részegek, akik Komáromból már jöttek, a falukból, hát az lehetetlen, olyan hihetetlen sztorik voltak, hogy szóval az ivászat ment, mert fiatalok voltunk, kemények voltunk, rendíthetetlenek, akkor ittunk. Tehát mikor már odaértünk Pozsonyba, amikor felszálltunk a vonatra és elértünk Pozsonyba, akkor ott egy kicsit visszavett mindenki az arcából, mikor meglátták a rendőröket, a katonai rendészetet, és akkor onnan irányítottak minket jobbra-balra, vagy a Lamnásztenica fővasútállomás, főállomásra, akik tovább utaztak. Úgyhogy ilyen érdekes, jó volt, ezt kívánnám a mai fiataloknak is, hogy ezt át kell élni, szerintem. Mit tanultál Somován a 2 év alatt a katonaság alatt? Mire tanított meg a katonaság? Volt egy szerencsém, hogy nagyon szigorú, de jó szívű volt az apám. Ő mindig megtanított, vagy próbált tanítani, nagyon szigorú volt velem. Például elvettem egy villás kulcsot, egy 11-es, 13-asat, és ha nem oda raktam vissza a 12-es meg a 15-ös közé, vagy 14-es közé, hát akkor nagyon, nagyon megszidott. Úgyhogy ilyenekre mindig odafigyeltem, és később jön rá az ember, hogyha mérgelődik is a szülő a gyerekkel, akkor az ember csak később fogja rájönni arra, hogy ő nem akart rosszat. Jó, hanem ő így van, hogy ő jót akart, hogy megtanulja valaki valamit. Erre az a baj, hogy későn jön rá az ember. Na, szóval az a katonaságnál nekem ez már bennem volt. Dolgozni tudtam, sok mindenhez értettem, megtanította édesapám vagy munkába is hegeszteni, vízszerelés, mármilyen barkácsolás, szóval sok mindenhez értettünk. Tehát ezermester voltál? Hát akkor még talán nem voltam ezermester. Hát sok mindenhez értettünk, igen.
És akkor bevonultunk, akkor már tudtam viselkedni, hogy ne hívjam magamra föl. Persze sportban mindig jó voltam, sportoltam, a lapiskolában rájártunk boxolni Galántára. Kivel boxoltál Galántára? Hú, hát volt Vámosfaluból az edző, nem emlékszem a nevére. A volt polgármester. Hát ez Aladár. A 80-as éve, Aladár, Aladár, igen. Aladár, igen. Hát szóval mesélte, hogy elment, nyáron mindig elment bicajozni, és elmentek Romániába, még a kommunizmusban, ja. 80-as évek. Azt sose felejtem el, amikor mesélte, hogy nem a biciklit lopták el, hanem a kolbászt, meg a szalonnát a táskából, ja. A Romániából, hogy annyira szegénység volt abban az időben. Na mindegy. És akkor jártam boxolni még, utána jártam a Sklut Tiborhoz. A Tiborhoz? Igen. És hát, mire tanított Tibor? Hát a Tibor ott konditermet nyitott a Felsőpatonyban, úgyhogy oda kezdtem járni, mikor a boxot abba hagytam, mert rengeteg időt vitt el, akkor valamit mindig, sose tudtam megmaradni egy helyben. Mindig mai napig ilyen vagyok, ez a örök mozgó. Hát izgálva. Így van, mindig mennék valahol, vagy ha nincs mit csinálom, akkor unatkozom, és akkor megyek inkább valamerre. Na szóval a Sklut Tiborhoz eljártam még az alapiskolába, és a középiskolából eljártam edzeni Felsőpatonyban, amikor nyár volt, vagy szünet volt, akkor bicajjal lebicajoztam azt a 17 kilométert oda-vissza, akár hetente többször is, nem okozott problémát, akkor még nem volt 100 000 autó az utakon, úgyhogy lehetett gyerekként is, fiatalként bicajozni, úgyhogy nem volt probléma. És akkor jött ez a konditerem, szóval Tiborra jó volt, elvitt versenyre is, egy megyei bajnokságon 6. lettem, nem ahogy volt a filmben, az apádra ütök. Aha. A Ben Stiller, mikor a 10. helyért is érmet kap valaki, nem tudom, emlékszik erre a filmre valaki. Na szóval hát 6. hely is valami. Én büszke voltam magamra, az, hogy 14 évesen 6. végeztem. Igaz, hogy úgy néztem ki, mint egy giliszta, de... Akkor még csak 14 éves voltam, azt hiszem. Uh-huh. Ja. Ez hamar kezdődött akkor ez a... Hát, persze, hamar kezdődött. Meg sokat Tibornál. Dolgoztunk a háznál, apumék építkeztek nagyudvarnokba, 78-tól 80-ig, 2 évig épült egy ház, nem úgy, mint most, hogy 6 hónap alatt kulcsra kész. Hogyha 2 év alatt, akkor csak hétvégén voltak építkezések. Jöttek a haverok. Jöttek a család eleve, a 6-an voltak testvérek, akkor jöttek a barátok, a kőműves csapat, Fusiba ja. Dolgoztak hétvégén, úgyhogy jött a falazás, mindig valami nagy akció, a nők főztek, jött az ebéd, vacsora, a disznóvágás, vagy én voltam a futár a stampóval, a kis pálinkás pohárral futottam körbe a kőműveseket az álláson, téglát kellett vinni, vittem, ha talicskázhattam, az már nagy megtiszteltetés ja. Volt a számomra 10 évesen, úgyhogy jött az erő. Jó kis bicepszeim voltak, 10-12 évesen már ilyen 28-as bicepszek voltak, olyan büszke voltam magamra, de talicskáztam, ja. Betonoztunk. Ja. Könyvbe írom például, mikor Gróf Verves Mihály. Igen. Egy lépcsőházban laktunk, még Dunaszerdáján, és akkor mindig ajánlkozott, hogy kijön segíteni. És jó elfáradt. És jól elfáradt szegény, hogy mikor telengedtük a talicskát, neki 8 talicskás keverő volt, betonkeverő volt, és akkor telengedtük a talicskát, mindig panaszkodott, ne engedjétek annyira tele, mert nem bírja a felvonó. Mindenki nevetett rajta, de hogy akkor már nem bírta, hogy akkor álljon a betonkeverőhöz. És ilyen nagy betonkeverőnek, ilyen nagy kereke volt, kihúzta a vasat, és akkor lábbal tartotta, egyszer csak a levegőben lábai, Gróf Vermes Mihály a földön, a 8 talicska beton a földön, ja, mindenki nevetett, mert hála Istennek semmi baj nem történt, úgyhogy szóval ilyen dolgokkal telt a fiatalság, és akkor visszatérve a katonaságra, akkor jött Sumova, 87. szeptember, 3 hónap kiképzés. Na ez a 3 hónap kiképzés, ez hát olyan szokatlan volt, hogy mindent parancsszóra, még az, hogy reggel borotválkozni jöttek ellenőrizni a cigi papírral, hogyha nem borostás, nem serti a papírt, hanem volt, hogy öngyújtóval megégették az arcát valakinek 6 többször, de ez nem volt szisztematikus, hogy rögtön valakit megbüntettek, most egyszer előfordult, az nem volt probléma, pár száz fekvőtámaszt megcsináltunk naponta ilyen problémák miatt. Persze edzettünk non-stop békaügetés, vagy fekvőtámasz, vagy húzockodás, kötélmászás. Szóval ezek voltak az alapvető dolgok, ebből állt a 3 hónap, rengeteg futás, reggeli torna. Szóval ez a 3 hónap, ez szerintem nagyon jó volt.
Nem kerültem olyan helyzetbe, hogy büntettek volna valamiért, úgyhogy mindig maradtam a középútban, megfogadtam édesapám tanácsait, és akkor így sikerült átvészelnem ezt az egészet mindenféle nagyobb büntetés nélkül, vagy hogy én legyek a fekete bárány. Úgyhogy 3 hónap után kikerültem a 10. századba, ugye Sziatáruta Pohránisnej Stráze, Strázni faluba. De és itt a drótfal mögött volt a század, volt egy határátkelőhely, Passau felé, Strázniból. Volt egy sorompó, amit még jóval a kommunizmus 50-es években találtak ki, ilyen 3-4-5 méter mélyre volt lebetonozott pillérek, befelé nyitódó sorompó, amiben acélkötelek voltak, egy vascső, szóval lehetetlen volt még egy, a legenda szerint egy T-55-ösnek az alvázával, vagy tankkal próbálták átszakítani, nem, azzal, nem sikerült azzal se. Úgyhogy ennyire védték a határt. 10 kilométeres szakaszunk volt, 10 kilométer föl volt osztva 32 darab külön szakaszra, ami külön jelet adott bent a századnál, hogyha valami határsértés történt, vagy akár egy őz, vagy valami állat, vagy télen, mikor olvadt a hó például, ott, hogy 2,5 méteres hó volt, hogy nem láttuk a drótfalat, mert eltakarta a hó, síléccel mentünk járőrözni, és tavasz, amikor kezdett olvadni, akkor összenyomta a drótokat a hó, akkor lapáttal el kellett dobálni a havat a drótfal mellő, és ez több kilométeres szakaszon például. Egyfajta edzés volt ez is. Egyfajta edzés volt, így van, de kaptuk a meleg teát, szóval az étel, ital, ebben nem volt hiány, nagyon, nagyon is professzionális hadseregnek tartottam a határőrséget, ellenkezve a légiót is annak tartom, csak ott kevésbé ügyeltek arra, hogy az ember, hogy az előírások szerint légy felöltözve, hogyha riadó van, mindent vigyél magad, de ott nem számított. Ott azt számított, hogy a határon ne jusson át senki. Aha. Hogyha valaki a sónadrágba ment, a szamopállal, a fegyverével, plusz a két tárral, akkor úgy ment, senkit nem érdekelt. A lényeg az, hogy ne jusson át senki a határon. Aha. Nekünk 2 év alatt senkinek nem sikerült átjutni a határon, úgyhogy 24 embert fogtunk meg, gyerek, asszony, férfi. Voltak szomorúbb történetek is, ahogy írom a könyvbe, voltak vidámabb történetek is, úgyhogy jó volt ez a katonaság, igen. 300 méterre voltunk a határkőtől, a nyugat-német Bundeswehr. Tehát átnéztetek a határon. Átnéztünk a határon, igen. A század is körbe volt kerítve, és a krónikában olvastuk, hogy 70-es évek, vagy a 70-es évek végén volt egy őrnagy, aki alezredes maradt, akkor is még szolgálatban volt, mikor én jelentkeztem, de már nem valami büntetésféleképpen, ott kellett maradnia bent az ezredben, mert átszöktek katonák, határőrök Csehszlovákiából, átszöktek a német faluba. És ő beindította a tartalékban lévő OT 65-öst, és azzal átment értük a német faluba. Szóval egy diplomáciai konfliktus keletkezett belőle, hogy ezt a krónikában olvastuk, mert 51-től volt írva a határőrségnek, a 10. századnak a krónikája. Aha. És akkor ott rengeteg sztoriról lehet besélni, főleg a könyvben írok pár dolgot, mikor át akartak szökni. Kevin meghalt, 9 éves kisfiú, át akartak hajtani a sorompó alatt, amit még egy tank se tudott átszakítani. Úgyhogy az autó darabokká szakadt, kilőttek utánok egy tárat, hogy attól halt meg a srác, vagy a balesetbe halt meg, azt nem vizsgálta senki. És át akartak, vagyis mikor az autó 90 méter, több mint majdnem 100 méterre volt a sorompó után, az őr kilőtt egy tárat, plusz megnyomták a piros gombot, ami a századnál adott nekünk riasztót, ez 11:30 riasztást. 11:30 körül volt, és mivel tarasznak volt, ilyen nagy, legerősebb, igen, ami van, akkor rögtön egy PKM ment az útra, akkor széthortam V-trieszkával, Pragával az embereket a határon, minden sofőr 50 méterben, igen, sofőr voltam,
minden 50 méterbe, utána visszamentem, átültem egy juhaszba, és vittem a századost, és mentünk megnézni, hogy mi történt. És a nagyjából ott voltunk. Az összes kutyás próbálta keresni a nyomokat, mert az autóból, a Volgából két férfi, egy 2 éves, egy 3 éves, és az egyiknek a felesége tovább futottak az erdőbe, vagyis eltűntek. Ja. A kocsiban sírt egy 10 éves srác, a 9 éves srác, az meg, mikor kerestük a 10 éves srác cipőjét, az ott volt holtan az út szélén. Na ez volt ilyen 12 körül, és akkor 3:30, 4 körül, pontosan nem tudom, hallottam meg cigizés közben, az uvaznak támaszkodva, hogy ott valaki van az erdőben, egy gaj, eltört egy gaj, ahogy ott vannak rögtön. Oda küldték a kutyásokat, és meg is lettek. Egy pokrocca volt ott letakarva, szóval a nő nagyon csúnyán sebesült volt, a gyerekeket leitatták, ugye a két férfi, szóval így próbáltak átszökni Nyugat-Németországba. Ja. Szóval így telt ez a 2 év, rengeteg, hát gyönyörű helyen voltam, Šumava, magában egy gyönyörű hely, ez a Strázsnyi, és ráadásul még a drótfal mögött voltunk, igaz? Úgyhogy oda nem mehetett be senki, csak engedéllyel. Ott annyi vad volt, a gombák, hát 32 centis vargányát találtunk, makkegés, rengeteg gombát. Nem volt hét, hogy a gombaszezon volt, ne csináltunk volna egy gombás rántottát, szóval imádtuk, vagy lőttünk őzet. Csak úgy? Csak úgy. Szembe jött. Szembe jött, persze. Hát akkor a tisztek így beleegyeztek, ja. Hogyha bent a határövezetben, hogyha úgy van, nem szóltak érte soha, hogyha lőttünk, és ők is szerették a magyarok által megfőzött őzgulyást. Tehát főztél is ottan? Persze, ott is főztem. Szeretsz főzni? Imádok főzni, igen. Ja. Minden tévét, vagy csak? Hát amit megtanultam, azt szeretek, de szeretek kísérletezni is. Most így utóbbi időben ráálltam ez a thai, ázsiai, inkább ez a thai stílusú, kókusztejes, nagyon csípős, ételekre? Gyömbéres fokhagymás ételekre, aha. Igen, különböző mártásokkal, zsázmin rizzsel, igen, ezeket nagyon szeretem. Mondja, ja. Ezt kicsit nézzél benned, azt olvastam, hogy sokszor ja. Te főzted, vagy a gulyás, meg minden. Igen, tudom, igen, igen. Véletlenségben egy őz vagy szarvasa tudatokba jött, vagy vittek oda gyorsan, hogy meg kell azt yeah. csinálni, akkor magyarosan csípősen, sőt, nagyon csípősen, igen. Néha. De Csehországban nem nagyon lehetett, mert csehek nem szerették a csípős kaját. Sokan magyarok nem voltunk, volt egy Lipovnyíkról, volt egy kollégám, akinél megálltam 2 hete, csak nem volt otthon, hagytam egy üzenetet neki. Úgyhogy így összefogtunk magyarok mindig. Jó volt, jó kajákat főztünk, szerették, mikor főztem egy őzgulyást, vagy pisztrángot, kézzel lehetett fogni a kis patakokba, 50-70 centi széles kis patakok, 20-30 centi mély, kézzel lehetett a sziklák alatt fogni pisztrángot, azt is megsütöttük, gomba, az bármennyi volt. Szép élet volt akkor. Szép élet volt, a katonasági lazaság volt. Volt de ez tartalmas is. Tartalmas, nagyon tartalmas, természetesen minden volt az a hospodárszki igény, nem is tudom, milyen napnak mondjam ezt magyarul, gazdasági nap. Például minden szombat reggel, akkor kitakarítani mindent, viasszal átkenni a piros parkettát, akkor az autókat, beleálltunk a patakba, a teherautókkal például ott 5-6 ember súrolta az kefékkel a kereket, az alvázat, minden utána át lett kenve olaja, hogy csillogjon, nem számított, csak csillogjon, az volt a lényeg. Így van, és akkor jöttek délután, 2 körül vagy dél körül ellenőrizni a tisztek, hogy minden rendben van, és akkor volt egy kis ilyen pihenő. Persze a legfiatalabbaknak nem. Valaki elkövetett, ez volt ez a Mazácká vojna, ez a Szupráczka Mazácká vojna, ez a öreg katonák irányítottak mindent, nem a tisztek. És ebben is van valami jó szerintem. Úgyhogy hát rengeteg sok hülyeség ellen, például fiatal légiós, vagy fiatal katonaként, határőrként, például nem szabadott kidugni a lábunkat a hálózsákból. Még nyáron is behúzott hálózsákba kellett, gondolom, te ezt áttélted. Nem, mert nem voltam katona, nem volt ja. időm elmenni katonának. Ja. Na, szóval, hogyha valaki kidugta a lábát, akkor WC-papírt húztak a lába ujjai közé, meggyújtották, meg ilyen, hogy megtanulja, hogy nem. Ja, úgyhogy vagy a fehér párnát például a gazdasági napon, mikor ki lett takarítva, és azt mondtuk, hogy jó, akkor jött ellenőrizni, és egy fehér hófehér párnát így átdobott az ágyak alatt, 30-an voltunk egy szobába például.
átdobta, ha legkevesebb por volt a párnán például, akkor újra kellett csinálni az egészet. A surranót például, a bakancsokat, azt úgy kellett mindig kirakni, minden nap, hogy kihúzni a cipőfűzőt, cipőkrémmel kicsillogosítani még a cipőfűző alatt is, és úgy visszarakni cipőfűző, kimosva, visszarakva. Szóval ez minden nap így kellett, de így ment a katonaságnál. Ez nem hiányzik a mai fiataloknak? Dehogy nem hiányzik. Csak erre van egy példa, hogy mit szeretnénk. Itt Kelet-Európában még jó a politikai helyzet szerintem, de most nézzük meg Franciaországot, vannak ezek a negyedek, ahova a rendőrök már félve mennek be, mert hát vannak ezek a bevándoroltak harmadik generáció, akik franciának vallják magukat, mikor a segélyről van szó, de amúgy meg marokkói, meg algériai zászlókkal hadonásznak, és francia ellenesek, és főleg van ez a radikális iszlám is, ami kezd betörni ezekbe a negyedekbe, és ez nem újdonság. Honnan vannak a merényletek Franciaországban, amiről sok mindenről nem is tudunk, amit a tévé nem mutat. Szóval aki felmerült a kérdés Franciaországban, hogy bevezetjük a kötelező katonaságot, tehát nem vezetjük be a kötelezőt. Most akkor, ha bevezetjük a kötelező katonaságot, akkor ezek az emberek, akik a franciák akkor, hogyha segélyről van szó, és Algér vagy Marokkó, ha franciálesnek kell lenni, akkor most tanítjuk meg őket a fegyverhasználatra is. Mi van, ha ellenünk fordulnak? Hogyha ez kétélű a dolog, és szerintem nem lenne jó bevezetni a kötelező katonaságot. Ez véget. Ez véget, igen. És nálunk? Hát nálunk én biztosan bevezetném gondolkodás nélkül a mai fiataloknak. Jó. Utána leszereltél, és hogyan volt tovább? Leszereltem, elmentem karbantartónak, már nem mentem vissza a Pazemnél Stabihoz. És egy ideig még fél évig ott dolgoztam, utána felmondtam, mivel már jött a kommunizmus, vagyis vége lett a kommunizmus, rendszerváltás lett, és elmentem egy, azt hiszem Agrofrigorra, üvegházak voltak. Igen. Ja, Agrofrigorba, és ott mi karbantartóként. Azt hiszem 4 vagy 5 pasi voltunk, 50 nő, hát ez szörnyű volt. Ez Mennyország. Hát Mennyország is egyben, de 50 nő között dolgozni, akinek máson se jár az esze csak a hülyeségeken, míg dolgoznak, ja. Úgyhogy nehéz volt, de nagyon már mint pozitív értelemben. Ja. Ja. Nehéz volt karbantartani az Agrofrigort. Így van, nehéz volt karbantartani az Agrofrigort. Ott dolgoztam 6 hónapot, rengeteget dolgoztunk, gőzöltük a földeket a szegfűágyak alatt, permeteztünk, azt plusz munkába vállaltuk. És akkor kaptam egy ajánlatot sofőrként utána. A Nagyudvarnokban elmentem, a Pityúnak volt AVIA, és akkor elkezdtem először... Az a régi fajta AVIA. Az a régi fajta AVIA, klasszikus ponyvás. Igen, elkezdtem a zöldséget elvinni piacra, árulni, utána jött, hogy nagyba vinni, utána jött a teherszállítás, hogy inkább az jobb, mint a zöldségezni. És mikor láttam, hogy ez megy, meg ahogy jártam az országot, Szlovákiát, akkor láttam azt is, hogy vannak ilyen spedíciók, és akkor bementem egy spedícióra, amikor kirakottam, és hogy ne jöjjek üresen, akkor szereztem pluszba fuvart. Ez nekem is jó volt, meg a tulajnak is jó volt. És akkor én úgy döntöttem, hogy ezt megcsinálom egyedül. Tehát mint magánvállalkozó. Mint magánvállalkozó, és akkor 91-ben, igen, 91 július születésnapomra pontosan, július 13-án jöttem meg Prágából a vadonatúj AVIA-val. Úgyhogy, akkor nem volt semmi, hogy vadonatúj AVIA-t hozni. Akkor nem volt semmi, igen, abban az időben ez 200 ezer korona volt. Természetesen hitelre vettem. A volt feleségemnek a nagyapja, most a nagyapja segített anyagilag elindulni, amit visszaadtam neki, úgyhogy ezzel indultam el, és nagyon jó lett. Először zöldséget kezdtem piacozni úgy, ahogy a Pityunál, de utána azt mondtam, most álljak 3-4 napot a piacon, hogy eladjak egy teherautót. Azért nem volt egyszerű dolog. Mondjuk a dinnyét tópartokon, vagy kavicsbányáknál azt vitték, azt gyorsan szétkapkodták. És aztán találtam nagy raktárakat, és akkor nagy raktárba felvásároltam a zöldséget Nagyudvarnokba, meg a környező falukba, megpakoltam, megrendelés alapján mit hozzak, kápiát, ilyen dinnyét, ennyit, paradicsomot, megpakoltam, és megrendelésre elvittem, aznap kirakottam, és jöttem vissza. Szóval fordultam egy nap alatt, és hetente 3-at fordultam. Így van. Hát többnyire Ostrava. Ostrava. Hát ja.
Osztravár, mi is jártunk piacozni. Jó, jó dolog volt az ottan. Egyik hotel előtt álltunk le, úgy mondtam, hogy Pesia zóna, ahol a bányászok jártak reggel. Ott látunk egyszer se engedés sem, mert ott volt valami virágárus, mi is látunk, azt hittem, hogy hát tényleg itt. És jött egyik, a másik, aztán elintézzük, hogy mi is árulhassunk ott, az nagyon jól ment. Reggel, hát 6-ra ott voltunk, 5-re, délután egykor már jöttünk haza. Hát igen. Szóval, mégis két jó hely volt. Jó, nagyon jó hely volt, úgyhogy. Na, folytasd. Kedves emberek voltak, szóval így folytattam tovább, és utána, amikor kezdett szétválni Csehszlovákia, akkor ráálltam a nemzetközi teherforgalmazásra. Ez 1992? Ez 92 után kezdődött, igen. Akkor jött a vállás 92, akkor elváltam már. És hát az, hogy nemzetközi teherforgalmazást csinálsak, akkor kellett a vámzár. Meg kellett magasítani a ponyvát, a több árut be tudjak, vámzárat ragadtam, akkor el kellett levizsgáztatni a kocsit, vinni Pozsonyba. Ez is megvolt, úgyhogy minden megvolt, és elkezdtem fuvarozni. Németország, Hollandia, Franciaország, szóval jártam AVIA-val, körbejártam. 2 év alatt 200 000 kilométert csináltam, csak az AVIA-val. És így szép lassan így kinőttem magam, rengeteg munka volt, volt pénz, volt, szóval volt minden, jól lehetett keresni. Csak voltak olyan kliensek, akik ezek más is akartak? Voltak. Vagy máshogy akarták? Nem, voltak kliensek, akik persze felfogadtak engem szállításra, elkezdtem szállítani az árut, csak egyszer csak megjelent a rendőrség, és vittek ki hallgatásra. Hát mondanak, engem megrendeltek szállításra, és akkor jó voltak ezek a csalók. Ez a podvodnyíci, akik a számlákra vitték el az árut, hogy 2 hetes határidővel fizetni, és akkor nem egyszer voltam kihallgatáson, és akkor így minél több ilyen kliensem lett abba az időben, mert akkor kezdett fizetni. Nem engem, én hanem az árut nem fizették mondom, ki. Aki igen. Téged kifizettek? Engem kifizettek, mert engem a KP-be, és néha ajándékban még kaptam egy mikrohullámú sütőt például. Amit fuvaroztál. Ami abban az időben nagy dolog volt, igaz? Utána fuvaroztam rengeteget vietnamiaknak, Bécsből Prágába, Prágából Osztravába a másik felét, és akkor így 3-at fordultam hetente. Közben jöttek ezek a csalók, vittem fúrozni az árut Szlovákia szerte. Hát én úgy éreztem, hogy nekem ez egy rendes vállalkozás. Kifizettek, számla volt róla, úgyhogy én nem... Nem érezted azt, hogy te... Nem voltam érintett a csalásban, vagy úgy csak... Gondoltad. Én úgy gondoltam, igen. És mások is úgy gondolták? Hát mások nem úgy gondolták, igen, sajnos. És akkor jött ez a 93-as ügy. Az mi volt? Hát ez egy csalási kísérlet volt, úgyhogy ez a csalási kísérletbe ez belekeveredtem olyan szinten, hogy nem szeretném részletezni, olyan szinten belekeveredtem, hogy elítéltek, bevittek március 17-én, Németországba jöttem haza, amikor édesanyám mondja, hogy kerestek a rendőrök. Hát mondom, jó, úgy, ahogy voltam. Az AVIA-val bementem a rendőrségre, Dunaszerdahelyre. Mint mi sem történt. Mondom, miért kerestek. Bemegyek, hát, hogy ez van, hogy azt vallotta valaki, hogy én adtam neki a meghamisított átutalási banki papírokat. Hát mondom, ez nem igaz, ennek ellenére hazakísértek AVIA-val, leparkoltam az AVIA-t, és elvittek Pozsonyba kihallgatásra, és onnan, ez volt március 17, vagy 16, és onnan július 93, és júliusban szabadultam az előzetesből. Hát akkor nem egy napra vittek. Nem egy napra, 100 napot töltöttem bent pont. Úgyhogy a justicsákban voltam 100 napon keresztül. Na, hát... Mi volt a bűn akkor? Hát egy csalási kísérletben, mint rám vallottak, mint bűntárs, így van. Mai napig hazudott, azt mondom, hogy hazudott a srác, aki azt mondta, hogy én adtam neki a hamis papírokat, mert ez nem volt igaz, mert nem én adtam,
a papírokat. Az, aki nekiadta, az hajlandó bevallani lett volna, amikor 26 évvel később megfogtak, hogyha ez segített volna egy per újrafelvételbe. Az a srác, aki nekiadta a papírokat 26 évvel azelőtt, az hajlandó volt bevallani rendőrség vagy ügyvéd előtt, hogy igen, ő adta, és nem pedig én a hamis papírokat. Szóval, de nem került Peru újrafelvételre sor, úgyhogy nem volt rá szükség. Azt mondtam, ha már itt vagyok, akkor ezt végigcsinálom. Számomra ez egy katonai misszió volt, úgyhogy... Tehát mondjál, úgy érzed, hogy jobban voltál elítélve. Hát minden esetre semmit nem tudtak rám bizonyítani. Ért, jó. Csak ennyit mondott a bíró, hogy én úgy gondolom. Ez nem bizonyíték. Ez még nem. Na, nekem ez a problémám a törvényekkel mai napig is, szerintem, hogy itt a volt kommunista államokban ez úgy működik, hogy előbb elvisszük, elítéljük, és majd te bizonyítsd be az ártatlanságodat. Én nem nekünk kell bebizonyítani azt, hogy te bűnös vagy, hanem te bizonyítsd be az ártatlanságodat. És ez mai napig szerintem így működik. Franciaországban ez nem így működik. Egy normális, demokratikus országban ott addig nem vihetnek el valakit, amíg be nincs bizonyítva 100%-osan, hogy ő a bűnös. Ennyi itt. Persze van kivételes esetek mindenhol, beszélhetnék egy esetről, ami... De. Szóval ez itt így működik. Pedig mindenkit megillet az ártatlanság véleme. Így van. Ez kellene betartani, csak ez nem tartja be senki. Itt a posztkommunista országokban szerintem. A törvények, a légiós elnézést a kifejezésért, mi a légióban mindig gestapónak hívtuk a titkosszolgálatát, vagyis a titkosszolgálatát, a belügyét a légiónak, hogy ott mindig azt mondták, hogy Szlovákia és Románia az az két ország Európai Unióban, ahol a legelmaradottabbak a törvények. És a véleményem szerint, amikor módosították a törvényt 2005-ben, akkor behozták Amerikából, nevet nem mondok, hogy ki, mindenki fogja tudni szerintem, hogy behozták a törvényeket Amerikából, de a jót nem hozták be, csak a rosszat. Igaz? Mert a hordalékot hozták. Igen, csak a rosszat hozták be, hogy itt mi mindenkit lecsukjunk minél több évre, és nem tudom, nincsen háttérbe például az, ha valaki utána nézne, hogy mennyi támogatást kap egy ország, egy posztkommunista ország, vagy Görögország, például minden lecsukott emberért. Mennyi pénzt kapnak, és mennyibe kerül. Hogy nem lett ebből egy biznisz, mert Görögországban én azt hallottam, hogy aztán mi igaz van benne, igaz, hogy a könyvben mindig csak azt írom, ami láttam, vagy személyesen átéltem. De személyesen beszélgettem a görög fegyőrrel, aki azt mondta, hogy ők kapnak napi 80 és 100 euró között minden emberért az Európai Uniótól. Tehát támogatást. Támogatást. Na most, ha lecsukunk 100 000 embert, az mennyi pénz, és mennyibe kerül valójában az az ember? Hogy ebből csináltuk egy bizniszt, hogy minél több ember csukjunk le. Nekem ez az én érzésem, hogy ez így működik a mai világban. Jó, 100 nap. Az a 100 nap mit mondott neked? Ez a 100 nap, hát első, ami nagyon megfogott például, hogy ha oda valaki bekerül, vannak ilyen nagyon kemény emberekként, és amikor bekerülnek, akkor sokszor sírnak. Összeroppannak? Sokan összeroppannak, igen, szerintem. Szerencsére nem mindegy, hogy ki hova kerül. Nekem az életben mindig szerencsém volt, lekopogom. Mindig, amit bevonzottam magamnak, hogy a pozitív energiával, az mindig be is jött. Én jó helyre, én tudtam, hogy jó helyre fogok kerülni, tudtam, hogy ez így kell lenni, és nem gondolkodtam a negatív dolgokon. Volt egy idő, amikor igen, azért majd bevonzottam, erre majd rátérünk. Szóval ez a jó helyre kerültem jó emberekkel. Volt bent a cellába, később megtudtam, hogy volt egy rendőr. És azt is megtudtam, hát, hogy az miatt, hogy kiszedjenek belőlem valamit, vagy nem, vagy valakiből, mindegy. És mikor bekerül valaki, akkor nagyobbnak akar látszani, mint amilyen. Hú, ez nekem is a haverom, ez a haverom, mi ezt csináltuk. Szóval ez a 25 évesen az ember még nem gondolkodik azon, hogy mit mond, igaz? 25 évesen mindig valaki annak akar látszani, ami nem. És ezt tapasztaltam minden nap a légióban is,
a görög börtönben is, a Juszticsákban is, akik a két évvel ezelőtt. Úgyhogy gyakran ezek a fiatalok, akik keresik voltak éppen az identitásukat, azok olyannak akarnak látszani, amihez semmi közük van is, hogy mellé sem mehetnek ilyen embereknek például. De nekem ez a haverom, az a haverom. Szóval én is ebbe a csapdába estem bele akkor, és lehet, hogy mondtam olyanokat, amit nem kellett volna, hogy aztán felhasználták ellenem, vagy nem tudom. Hogy volt-e köze az ítéletnek ehhez, nem tudom. És milyen ítélet született? Na, született egy kerületi bíróság, 5 év, 5-től 12 évig, megkaptam a minimumot, 5 évet. De az ítélet előtt... Letöltendő 5 évet, de 100 nap után szabadlábra helyeztek, mivel kihallgatták a tanúkat, és az ügyvéd megkérte, hogy szabadlábról védekezzek. Vagyis én szeptemberben elmentem szabadlábról, mivel júliusban szabadultam, szeptemberben elmentem a bíróságra, megkaptam 5-től 12-t, hát nem hittem a fülemnek, bizonyíték nélkül... Ember hazudott, hogy én adtam a papírt, már hiába mondta, hogy nem. Akkor is azt. Én nem tudtam bebizonyítani, meg nem is akartam bárulni senkit. Értem. Én tartottam magam 28 évig, mai napig, és én mindig van bennem egy betyárbecsület, ami a mai fiatalokban nincs. Jó, ha bent vagyok, akkor ezt végigcsinálom, és itt le van tudva a dolog. Na szóval, megszületett a 5 éves ítélet, akkor jöttek mindenféle ismerősök, ennyi pénzért elintézzük, legfelsőbb feltételeset, felfüggesztettet fogok kapni, mindent elintézünk. Ennyi pénz. Persze, ide jött 20 ezer korona, oda 5 ezer korona, amoda 5 ezer korona. Jó, mentünk, novemberben bíróság, legfelsőbb bíróság. És 2-től 8-ig lett a paragrafus, mivel lement az összeg, ami kár keletkezett volna, ha elviszik az árut, mert csak csalási kísérlet volt. És akkor lett belőle 495 ezer korona, ami 500 ezer korona alatt már csak 2-től 8 évig volt. És akkor kaptam 4 évet. Letöltendőt. És azt mondták, hogy várhatom a behívót. Időzőjelbe behívót. Mikorra? Hogy, hát, 93-os évet írunk. Azt mondták, hogy 2 héten belül. Uh-huh. Na. Volt 2 hét időt gondolkodni. Hát volt 2 hét idő, és akkor jött egy ismerős, hogy menjünk Pozsonyba, hogy bemutat a legfelsőbb bíróság elnök helyettesének. Elmentünk az elnök helyettese, legfelsőbb bíróságon egy irodába fogadott, rögtön egy boríték, 5000 korona. Így kezdődött. Aha. Jó, elintézzük az ügyet. Díj. Belépési díj, elintézzük, mindent elintézünk. 2 hét múlva felhívott, nyaralt Tátrába, magas Tátrába, beültem az autóba, vittem a borítékot, 5000 korona, gondolom, többet hívott a kelleténél, elfogyott a pénz, úgyhogy kellett megint 5000 korona nyaralásra. Visszajött, megint 5000 korona, nem tudom hányszor vittem 5000 koronát, és akkor egyszer csak megjött a behívó. Na, hát akkor próbáljuk elhalasztani az ügyet. Megsérült a lábam, akkor az volt a szerencsém, hogy az miatt nem vittek be, és akkor gondolkodtam, hogyan tudom még ezt elintézni. Akkor jött egy névtelen telefon, ha beszélni fogok, már nem akartam bemenni egy olyan ügyért, amit nem bizonyítottak rám. Most, hogy ártalmatlan vagyok, vagy bűnös vagyok benne, azt nem fogom vitatni, de nem volt rám bizonyítva semmi. Nem volt bizonyíték. Ha azt mondanám, hogy nem tudtam, hogy csalás, ha nem tudtam róla, akkor hazudnék. Mondjam azt, hogy bizonyítékok hiányában ítéltek. Így van, bizonyíték, egy ember állítására elítéltek. Ennyi. Egy tanú volt, aki ugyanúgy 4 évet kapott, és én is 4 évet kaptam. Na, szóval nem akartam én leülni ezt a 4 évet azért, hogy semmiképp nem akartam leülni. És akkor jött ez a névtelen telefon, és ez egy olyan... Mit jelent az névtelen? Te nem ismerted, ki az, aki hívott? Hát én tudom, hogy ki volt az. Édesanyám is megismerte, hogy ki volt az. Hogyha beszélek, akkor el fognak tüntetni. Jó. Ezt nekem ez adott egy olyan lökést az életbe. Na most itt az alkalom, hogy elmenjek. Saját és hallottam, hogy saját magam eltűnjek, nincs szükségem senkire. Megelőzni az eltüntetést. Így van. Megelőzni az eltüntetést, vagy a börtönt, hogyha arról is beszélünk, mert a Szlovákia azt mondta, hogy én azért mentem el, hogy elkerüljem a büntetés végrehajtást. De nem csak ez volt benne.
Én úgy láttam jónak, hogy most el kell menni. És akkor fogtam magam július környékén, augusztus elején, és kimentem Németországból, kaptam egy munkaajánlatot. Mi volt az? Hát egy farmon dolgoztunk, jártunk bikákat etetni reggel, takarítani körülük, fákat ültetni, kis facsemetéket ültetni, szóval mindenes egy embernek, egy német farm gazdának jártunk dolgozni minden reggel. Elszállásolt minket. De nem találtam a helyem, az volt de a baj. De még ott a Demoklész kardja, hogy azért valahogy téged megtalálhatnak, hogy bemegy? Hát ott volt, persze rengeteg ismerős volt, valaki besúgó, mindig volt valami besúgó, szerették az emberek, hogy másnak rosszat csináljanak, hogy ne neki legyen. Ez a mai napig sem változtam úgy. Persze. Úgyhogy én benne mindig ez bennem volt, hogy nem találom a helyem, meg nem ezt terveztem magamnak. Én mindig katona akartam lenni, egyenruhát hordani, jó, nem fegyencruhát, persze. Ja. De mindig egyenruhát szerettem volna hordani. És akkor már hallottam a légióról, bent a Justicsákban volt egy eset, ez a Motil, akiről írok, egy nyitrai származású volt légiós. Azt hiszem, hamis pénzzel fogták őt, megkapott 6,5 évet, ha nem tévedek, és ebédet hordta szét. És mikor elkezdtek énekelni este a cella ablakba az emberek, akkor a Motil csak egyet kiáltott, és ott teljesen csend lett. Mert? Annyira olyan nagy respektje volt bent, persze volt légiós. Mit ő ki? Hát már tudták, hogy volt légiós. De az is előfordult, hogy amit a folyosón történt például, hogy valaki hangoskodott vele, akkor megkérte, átrakadta magát a cellába, megverte a srácot, és akkor ennek híre ment. Aztán Isten mellett, ugye? Aha. És ment tovább. És ment tovább, és visszakerült. Szóval ilyen dolgok, hogy mi igaz benne, mi nem, óriási respektje volt a srácnak. Ha valami igaz, csak van benne, mert azért csak úgy nem így. Így van, így van. Francia azt mondja, pas de fumée sans feu, vagyis, hogy nincs füst tűz nélkül, igaz, hogy na. Szóval valami volt, és akkor a légió, hogy ilyen hatalma van egy légiósnak. Meg volt egy volt osztálytársam is, aki kint volt a légióban, sokat hallottam róla. De nem mindig igazat mondtak, például, mert olyan sztorikat mesélt az a volt osztálytársam légiós, hogy a dzsungelbe kidobták őket az ejtőernyővel, dzsungelbe nem dobunk ki senkit, eleve erdőbe. Arra már rátérünk, tehát nem mondott igazat. Hát mesél. Nem mindent, igen. Hogy púderezte, ahogy a feleségem mondta, nincs felpúderezve ez az egész történet. Ő felpúderezte ezt a történetet, én nem. Mesélyt szépen elmondta. Így van, mint a legtöbb könyv, ami szól a légióról, az jó, nagyon agyonpúderezett történetek. És miért púderozzák meg, és meg rátérünk, ez nincs megpúderezve? Azért, mert nekem nem az volt a célom, hogy én meggazdagodjak a könyvből. Nekem a célom az volt, hogy átadjak az embereknek valamit, egy tapasztalatot. Hogy tanuljanak a hibámból. Ne úgy, mint azok a púderezett történetek, az arra megy, hogy hú, én valaki legyek, milyen hatalmas Rambó vagyok, mekkora ember vagyok. Én nem azt akarom előadni az embereknek, én a valóságot. Ők annak akartak látszani, ami nem. És legtöbbször ezeket a púderezett sztorikat, ez mind olyanok írták, akik megszöktek a légióból. Tehát nem bírták ki azt, ameddig ott kellett volna lenni? Igen, így van, hogy nem húzták le az első 5 éves szerződést például. Egy kérdés. Aki bekerül a légióba, bizonyára kutattál utána, mennyi maradott, hogy leteljen az idő, ameddig ott kell lenni, és mennyi szökik meg előtte? Vagy megy el onnél? Ez nagyon változó. A 90-es években rengetegen volt, sok missziónk volt a 90-es években. Úgyhogy a végén, mert 95-be kerültem ki az ejtőernyős ezredbe, 94. december 1-én jelentkeztem, Németországból kimentem oda, és 95. áprilisba kerültem az ejtőernyős ezredbe. Én az alapkiképzés után, én mindig egész végig azt mondtam, én ejtőernyős akarok lenni. Azt mondtam, ha már légiós. Igen, az benne van a könyvben is, igen. Csak a kérdés, hogy mennyien szöktek meg? Na, erre akarok kiugadni, hogy az volt jó, hogy voltak missziók. Minden évben mentünk valahova, 95 Jugoszlávia, 96 Csád, beavatkozás, Közép-Afrikai Köztársaság, 97, mentünk,
98 Csád, 99 Jugoszlávia, szóval mindig mentünk, 2000 Koszovó, Djibouti, Gabon, szóval minden évben mentünk egy ilyen 3 és 5 és fél hónapra valahova. Ez jó volt, anyagilag jó volt minden. Na most, ja, és hogy mennyien szöktek meg, miért volt jobb az, akit köröztek? Azért volt jobb, mert az nem szökött haza. Aha, értem, tehát az nem kívánkozott ki onnan, mert félt attól, hogy... Annak biztos helye volt ott, a szívvel, lélekkel csinálta a munkáját, úgy, mint én. Én tudtam, hogy itt biztonságban vagyok, én úgy éreztem, hogy a francia idegen légióban én biztonságban vagyok, és én ezt szívvel, lélekkel fogom csinálni. Megszerettem, és nem eszembe se jutott, hogy megszökjek. De az az ember, akinek semmi vaj nem volt a fején, kijött 18 évesen elkényeztetett kisfiú, lehet, hogy 20 évesen már megunta ezt az egészet, és megszökött, vagy nem bírta, vagy nem tanult még eleget az életében, nem volt élettapasztalata ahhoz, hogy tudjon viselkedni társaságba például. És ezekre rá lett kényszerítve, hogy megszökjenek sokra. Aha. Tehát értsem azt, aki úgy, vagy azért került oda, mint te, azok inkább kibírták, mint azok, akik csak azt mondja, legyek én idegen légiós. Így van. Tehát őben nem volt olyan akkorat kitartás, hogy én azt el kell tölteni, mert nekünk... hát én szabadságra még, ha kilépek a légióból. Így van. De ha kiléptél van a légióból, nem biztos, hogy szabadságra mész, ha bár majd kiderül, hogy tényleg, amikor... Igen. Hát akkor sem szabadságra jöttél haza. Így először. Van. Így van. Úgyhogy... Tehát igen, sokan megszöktek amúgy. Na, térjünk vissza Németországra. Igen. Na, Németországból utána eldöntöttem, hogy kimegyek a légióba. Eljöttem Magyarországra novemberben, 94 novemberében, akkor már augusztustól ott voltam, ott dolgoztam, és 94 novemberében eljöttem Magyarországra, és az első dolgom bejelentettem a szüleimnek és a akkori barátnőmnek, hogy megyek a légióba. Nem is hallottak még róla eleve. Én is csak mendemondákat, meg legendákat a légióról. De hát én mindig, dzsungel, háború, őserdő, Rambó, Afrika. Hát én nekem ez kell. Én ezt akartam. Kipróbálni. Igen, és ráadásul itt a lehetőség, hogy most ki lehet menni, és meg okom is van, hogy kimenjek, akkor el akarok menni, és új életet kezdeni. Értem. No, de ahogy az eddigi beszélgetésből kivettem, az édesapádén példaképén merült fel Andor. Mit mondott apa, anya, amikor a telefon végén meghallották, na a fiam azt mondja, hogy te figyelj, hát ez hova akar menni? Személyesen jelentettem be nekik Magyarországon, amikor eljöttem Németországból. Haza már nem mentem jönni akkor, mert akkor már nem léptem be a büntetés végrehajtásra. Úgyhogy valójában. Hát Szlovákiában gondolom, igen, hogy volt-e körözés kiadva, vagy nem akartam reszkírozni, mint ahogy légiós akartam lenni. Én azt mondtam, hogy idővel minden megoldódik. Na, igen. Hát itt nagyot tévedtem. Ja, szóval bejelentettem, hogy megyek, hát hogy mit te szólt. Személyesen, hogy mit szóltak? Hát a barátnőm akkori nem örült neki, néha ilyen pozitívan vette a dolgot, hú, milyen jó lesz, kimegy külföldre. Ja. Szüleim, hát azt se tudták, mi az a légió, csak az, hogy katonaság. Édesapám nem örült neki, anyum szegény, az mindig jóvá hagyta azt, amit én akartam, az aha. Ilyen, ja. Apum az mérges volt rám kicsit, hogy idáig sodródtam ilyen helyzetbe, de idővel utána büszke volt rám szerintem. Ja. Aha. Tehát azért két kezdve fogadták ezt a francia légió dűnyára. Ja. A mama azt mondta, hogy hát ráthagyta, papa meg azt mondta, hogy na kém, azért inkább ne menj el. Hát igen, apu inkább ilyen mérges volt rám, hogy elrondottam az életem, hova fejlődtem, szóval így voltak aztán ilyen. Aztán megértette. Hát utána megértette, persze. Magyarországi találkozó, innen gondolom, hogy visszamentél Németország. Először elmentem Budapesten, mert nem tudtam, hogy hol kell jelentkezni a légióba. Na most én kikerestem a budapesti francia nagykövetségnek a címét, Lendvai út 27 volt. Hát azt jól megjegyezted. Hát azt nem felejtem el. Azóta is voltam ott új útlevelet csináltatni, francia útlevelet, mikor lejárt az útlevelem, de most már átköltöztek, tavaly azt hiszem. Na lényeg az, hogy elmentem oda, csengettem az ajtón, kinyitódik a mágnes ajtó, nagy fajtó, felmegyek a lépcsőn, és ott volt egy zsandárm, egy francia rendőr, kepivel, fekete kepivel, azért.
szólt hozzám franciául valamit, mondom, légió. Csak ennyit mondtam, légió. Elmosolyogott kezembe, adott egy cetlit, és rajta volt a légiónak, a vezérkarának, vagyis az ezredének, az első ezred, idegen ezrednek a címe. Ami Óbány, a könyvben írom, hogy hogy kell ejteni, Óbánynak kell ejteni, Marseille mellett van, na, akkor meg volt a cím, hogy ott kell jelentkezni. Nem is volt olyan közel Pesthez. Hát nem volt, de én mivel Németországban voltam, kocsival visszamentem Németországba, csináltam egy búcsúestet Németországban. Nagyon jó sikerült. Mikor átadtam egy könyvet az egyik kisudvarnoki barátomnak, el is írta magát, mert ő ott volt a búcsúesten. Aha. Úgyhogy voltam nála személyesen. A fia vette fel a kapcsolatot velem, hogy az édesapja, hogy ott volt a búcsú estemet, hogy nem lehetne megoldani, hogy egy könyvet átviszek neki. Ja. De persze mondom, természetes. Úgyhogy másnap át is vittem a könyvet, lefényképezkedtünk együtt. Úgyhogy, és december 1-én ott hagytam a kocsikulcsokat, kivittem magam saját autómmal Frankfurtba a vasútállomásra. Odaadtam kulcsokat egyik barátomnak, hogy hozza az az autómat. A szüleimnek, igen, hazahozta. Ez egyfajta üzenet volt szület, akkor az a gyerek tényleg elment. Igen. És akkor felültem a vonatra, Frankfurt kell, Kelbe átszálltam a Strasbourg, Lyon, Marseille, szóval ez ilyen majdnem 24 órás utazás volt, és december 1-én dél körül szálltam ki a vonatból a vasútállomáson Saint-Charles Marseille-ba. Ismeretlenül megjelent. Nyelvet sem beszéltem, semmit, pár szót németül. Volt legalább hátizsákot? Nem volt hátizsák, egy utazó kis bevásárlózagyor volt nálam. Fogkefe. Hát nem, fogkefe, fogkrém, tisztálkodási szerek, egy pár zokni, alsó nadrág, ilyen minimális. Már mondtam, minek vigyek, úgyis kapok ott mindent. Én biztos voltam benne, hogy felvesznek. Én akkor nem tudtam, hogy ez úgy működik, hogy a 10-ből egyet vagy kettőt vesznek fel. Hogy pont ez az egy. Mert annyi jelentkező van, én azt nem tudtam. Én azt hittem, hogy ott mindenkit felvesznek. Úgyhogy én biztosra mentem. Ez volt a pozitív oldala a dolognak, hogy én ezt... Mert nem voltál főpakolva, te azt mondtad, hogy akkor oda megyek, befogadnak és adnak. Így van. És aztán majd lesz, ahogy lesz. Így van. Pénz volt nálam, mert megkaptam a németországi fizetésemet, beváltottam vagy frankra, vagy még akkor márka volt, nem is tudom, nyugat-német márka volt nálam. Szóval a lényeg az, hogy beültem Saint-Charles a vasútállomáson, beültem egy taxiba, azt hiszem 50 frankért vagy 100 frankért vitte, nevetséges összeg volt akkor. Arra a címre, mai, arra, hát ilyen 20-25 perces út, Óbányi cím, ez Marseille-tól észak-keletre, ha nem tévedek, igen, észak-keletre van, és akkor kirakott a laktanya előtt. Megérkezte. Megérkeztem, így van. Hát gyönyörű a laktanya, könyvben látni a óriási bejárat, a kapu. Hát mert ott van a tábornok is, a légiónak a tábornok, ami a saját tábornoka van, és akkor ez két részre oszlik, van a Comlő, Commandement de Légion étrangère, plusz a első idegen ezred. És akkor én oda mentem, és oda jött a őr, hát mondom, légióba szeretnék menni. És akkor elmagyarázta, hogy gyere vissza kettőkor, mivel 11:30-re voltam ott. Ez nagyon jó, hogy gyere vissza 11:30-re. Vagy kettőre. Kettőre. Mert úgy hiszem, hogy első részt, több mint egy órát már beszélgettünk, ez a befejezés az első résznek nagyon jó volna, és a következő rész pedig indul a következő héten, hogy a nézők várják azt, hogy mi lesz akkor, amikor belépsz a légió tanyának a kapuján. Én megköszönöm a nézőknek, hogy az első részt megnézték velünk, és bizonyára folytatjuk.